Majdnem. Jó, köszönjük. Gyere, gyere. Gyere, megnézzük. Nagyon jó kis hal. Hogy állsz, Szabi? Nekem lehet, hogy... Hopp! Benne van. Nem. Beroktam. Na, ügyes vagy. Meg a gyerekek alacsonyabbak ám, mint te. Ebben mondasz valamit. Már a melyik. Jó lesz. A többség alacsonyabb, mondjuk így. Jó, oké. Okay.
meg, még. Csak a füled mellé húzd fel, füled mellé, úgy. Jó. Nagyon ügyes! Aztán! Még van két lövésem. Ez hány kör már? Ez 10. Tessék? Hány kör? Ez enyém szép. Aha. De ez más. Ez 200. Más mint a? Igen, 10. Megpróbálod 10. Akkor úgy érdekes. Jó, de picike, ez jó. Várj egy picit, mindjárt. Pont azon vagyok, azért állítom le. Várjál. Oké, okay. Itt egy készség, parancsolj, itt egy készség, parancsolj, itt egy készség, parancsolj. Majd, mit vagyok? Engedjetek! De szuki! Keresztben nem jó orgászni. Ja, ott biztos, hogy hova? Na volt, amíg várom. Azaz. Na? Ja. Vigyázz rá! Vigyázz rá, Tomám! És akkor nem lesz tudod. Fizikából egyen jobb jegyet kívánhatsz. Én nem törzs ki élet. Hát, hogy kellene? Hát, hogy kellene? Oh,
Thank you.
Látjátok, hogy ilyen bátok? A drágáim, figyelem, hogy én honnan érkeztem, most már Budapesten élek, de egy Békés megyei kis faluból származom, dobozol, egy cigány családban, négyen vagyunk testvérek, és nem voltunk túl gazdagok, és onnan érkeztem egy cigány kis családból. És hát ilyenkor föltelt az ember a kérdés, hogy hú, milyen jó nekem, mert népszerű vagyok neki. Fölismerem az emberem az utcán, meg autógrafot, meg fotót kérnek. Nem volt ez mindig így. Nekem azért nagyon-nagyon sokat kellett ebben dolgoznom. És innen magamban. És aztán, amikor felmerültem, akkor rájöttem arra, hogy igazából az, amit magamban tulajdonítottam, hogy az, amit elértem, az nem saját magamnak köszönhető, hanem a Teremtőnek, a Jóistennek. Ki az, aki hisz Istenben? Ki az, aki elhiszi, hogy létezik? Ki az, aki elhiszi azt, hogy lehet hozzászólni, nem csak akkor, amikor a probléma van az életünkben, hanem akkor is, amikor örökké élünk meg, akkor is hálát tudunk adni. Milyen elképzelünk el Istennek? Jónak? Jó embernek? Igazságos, még egyszer, tiszta szívű, milyen? Kedves, ezek a jelzők, ha hiszitek, hanem mindig az áll. Az Isten az egy szerető Isten, Isten szemében mi egyek vagyunk. Isten szemében nincsenek értékesebb és kevésbé értékesebb emberek, gyerekek. Isten szemében mind annyian ugyanolyan szépek, okosak, szeretetteljesek vagyunk. Ki az, akinek a családjában van még hívő ember? Mindenki hívő keresztény, de örülök. Szuper. Mikor szoktatok Isten szólni? Szoktatok Isten szólni? Imádkozni szoktatok? Mikor imádkoztok? Csak akkor, mikor probléma van az életedben? Minden nap hálát adok, igaz, hogy a megváltoztatom. Szuper. Jöhet akárhol az ember, bármilyen hihetetlen, az nem mérvadó, hogyha valaki szegény családban nő föl. Én is szegény családban nőttem föl. Nem az alapján vagyok bekategorizálva és elmondva. És nem ez határozza a sorsokat, hogy ki milyen családból jön. Ki milyen szegény családból jön, milyen hátrányos helyzetben bír. Ez nem ez a fontos. Hanem az a fontos, hogy te hiszel magadban, és az a fontos, hogy te el szeretnéd érni valamit. El szeretnéd érni azt, hogy jó bizonyítvány legyen, igaz? Ki az, aki jó tanul? No! Csak ennyi. Ki az, aki szeretné jobb tanuló lenni? És ezért sok mindenre képes. Megtesz sok mindent. Sokat tanul, szót fogad a pedagógusoknak. Nem? Nagyon fontos, hogy el szeretnél érni valamit a rengeteg munka mellett. Nagyon fontos a fegyelem. Az, hogy fegyelmezett legyél, az, hogy tudatos legyél, az, hogy szót fogadjál. El szeretnék nektek kérni életem egy olyan dalt, ami pont arról szól, hogy az ember bármit elérhet az életben. Lehet ünnepelt sztár is, lehet ünnepelt színész, fontos politikus. De egy dolgot nem szabad elfelejteni, azt, hogy honnan jött az ember. Biztos vagyok, hogy ismerni fogjátok a szöveget. A másik a repkedő szövegét. Thank you.
mert hirtelen kiírt a föld alattam, te eltűntél, meg itt maradtam. Hát nevezz a pad felé még páram, a világ fordít neked hát. S a utat egyszer a végéhez én, ne felejtsd el, hogy honnan jött ki. De akkor teszünk jót, hogyha szót fogadunk, igaz?
Tudom nagyon jó, hogy mi van a fejedben. Ilyen idősen én sem tudtam felfogni azt a mondatot a tanár részéről, hogy kisfiam, értsd már, hogy nem neked tanulsz, hanem magadnak tanulsz. Nem értettem ezt a mondatot. Nem értettem ezt a mondatot, hisz én itt vagyok az iskolában, én azért vagyok itt, mert itt kell lennem igazából. Én azért tanulok, hogy a pedagógusnak jó legyen. Aztán rá kell, hogy nem, saját magam miatt kell, hogy tanuljak. Hisz egy dolgot nem tudnak elvenni tőlünk, az pedig a tudás. Minél többet tudunk, annál értékesebb emberek vagyunk. Ti is így gondoljátok ezt? Biztos? Nem, valaki azt mondja. Te kiabáltad azt. Miért gondolod azt, hogy nem? Nem fontos a tudás? Szerinted egy szegény családban mivel lehet kitörni? Zsiványsággal? Hülyeséggel ki lehet törni? De hülyeséggel tudod, mit fognak gondolni róla? Mint egy hülye ember. Nem? Van benne most, igaz? Na de hogyha te minél több tudást szívsz magadba, akkor azt mondják, hogy te milyen értékes ember vagy, nem? Milyen okos ember vagy, milyen jövő ember vagy. Nem jó az, hogyha azt mondják, hogy pont. Hallgassuk meg, hogy figyeljük a másikra, ez is egy nagyon fontos. Ha nem tanulsz gyerekkorodban, akkor maximum csöves lehetsz. Ki szeretne csöves lenni? Ilyen cél az, hogy csövesek legyünk? Jó a csöves? Nem tudom, én nem szeretnék csöves lenni. Igen? És egy olyan dalt szeretnék nekik eljátszani, amit én írtam, ez egy dicsőítő dal lesz. Ha már beszélünk Istenről is, és a szeretetről, és mindarról, ami Istentől jön, attól az Istentől, akire mindig is számíthatunk. Aki elé mindig gondolhatjuk a problémáinkat, a gondjainkat. De attól mindenhol jó lesz. Tudod, miért lesz? Azért, mert magadból ki tudod beszélni ezt a problémát is. Van egy Isten, aki meghallgat téged is, megoldást kínál el. Mert lehet, hogy van a kapcsolatod, vagy a családodban, vagy a környezetedben olyan ember, aki még meg azt sem hallgatja meg, hogy mi a problémát. Volt már olyan, hogy problémád volt, és nem tudtad, kinek elmondani? Inkább lenyelted. És jó az, hogy lenyeled a problémáidat, és akkor ugye... Nem jó. Az nem jó, mert az olyan, mint a mélyen. Tudod, hogy jelen le a rosszat, és az előbb-utóbb megmérkezik. Azért mondják azt, hogyha valami problémád, azt mondd ki magad. És hogyha te egy zárkózott ember vagy, és azt gondolod, hogy a barátaidnak vagy a szüleidnek nem tudod ezt elmondani, akkor mondd el a jó Istenet. Az osztálytársaidnak nem lehet elmondani semmit. Hát ha nekik nem mered elmondani, mert nem lehet elmondani semmit, mert süket füleket talál, akkor mondd el a jó Istenet. Tudjátok, milyen egyszerű Istennek elmondani a problémáinkat és az örömeinket? Annál egyszerűbb nincs. Ez nem kell egy különleges helyszín, ehhez nem kell templomba menni, ehhez nem kell egy közösség, csak te kedvesz és a jó Isten. Eliász, és azt mondod neki, hogy drága jó Istenem, én most nagyon nagy mélységben vagyok, nagyon nagy problémával küzdök. A családában, az iskolában, az osztálytársaim kicsúfolnak, cikiznek.
Hát majd a mennyországig is fölmegyünk előbb-utóbb, de még most maradhatunk a Földön. És elmondom neked, hogy mi nyomja a szívedet, mi a probléma. Mit szeretné változtatni, hogy mit mondja rá. Így van, ha elmondod valakinek, a Jóistennek elmondod, akkor azonnal megszabadul a szeretet, igaz? És akkor ő segít. Szent Háromságban szeretnék neked énekelni. A 2020-as év sokunk számára egy rémálom volt. A Covid-nak köszönhetően az ember valahogy falakat épített maga köré, és bizonytalanná vált minden, ami körülöttünk van. Bizonytalanná vált az egzisztenciánk, a munkahelyünk, az életünk. Kilátástalanság volt az életben. De én azt gondolom, hogy a 2020-as év azért hozott nekünk jót is. Nekem például azt hozta, hogy többet együtt tudtam lenni a családban. Egy darabig nagyon jó volt az, utána természetesen jött az, hogy már az agyamba ment. Nagyon sok minden. De ott volt a lehetőség, hogy együtt tudok lenni azokkal, akiket szeretem. Az ember nem tud mindig teljes egészében, lélekben ott lenni a családjában. Valamikor csak testként vagyok ott, a ránehezedő problémák miatt. És mindig próbáljuk megoldani azokat a problémákat, amik nap-nap jönnek az életünkben, hisz van sok. 2020-as év adta még nekem azt, hogy olyan dolgokat én adtam, amik korábban nem. Olyan dolgokat, ami Isten dicsőségére szolgál. És a következő dal is meg ilyen lesz. Szegény szabad vagyok, nem által.
Miközben énekeltem, megfigyeltem, hogy van köztetek egy srác, aki nagyon szépen énekel. Csak mindig akkor énekel, amikor valami zenei műsor van, akkor szeretném kihívni, hogy akkor mutassam nekünk, hogy én ügyes, gyere. Tehát, hogy szépen énekelték, hogy hívják? Bálint. Szeretsz énekelni? De szeretnél énekelni? Tudsz énekelni? Na, no. Cigányban tudsz? Elvállít aztán. Cigányban tudsz? Na, no. Meg egy cigányban tudsz is mondani, pedig a zöld az erre. Elénekel azt mondani? Ki az, aki szeretné hallani, hogy Bálint énekelje?
nagyon ügyes voltatok. Drágáim, sajnos, hogy minden egyszer, ez is végig az műsorunkról. Hát, ilyen nekem is van, hogy annyi dolgom, ahogy kell. Nagyon örülök és tiszta szívből örülök, hogy ma itt lehetek köztetek, és útra valamit azt szeretném adni nektek, hogy ne felejtsétek el, hogy csak úgy tudunk kitörni, csak úgy tudunk felemelkedni, csak úgy tudunk értékesebb emberek lenni, hogyha teszünk magunkat, ha hiszünk magunkban, és tanulunk magunkat. Na, arra kérlek benneteket, hogy raktározzátok el ezt a szívetek mélyén, azt, amit most itt hallottatok is. Hiszem azt, hogy jó helyre kerül ez a ma, amit most próbáltam elvenni. Mondjátok meg! Melyiket? Ellopták a biciklit? Ezt mondhatnám azt is, hogy valaki ismeri a hangot való, de pánikra van a című dalát és ezt a dalt, amit most mondhatok, hogy gyakorlatilag ugyanaz. Így mondhatnám azt, hogy ellopták a dalunkat, a pánikra dalunkat, de most nem kezdtem. Ismerem hallásból, de ellopták a című, tehát ezt nem tudom eljátszani. De a pánikra dalt énekeljen, amit az iskolában, azt nem lehet. Ezért nem figyeltek gyerekek, vannak olyan dolgok, amik bizonyos helyekre való, és vannak olyan dolgok, amik nem, például iskolában vannak, például a pálinka van is ilyen, ami nagyon jól működik egy koncertben, de nem feltétlenül egy iskolában, úgyhogy ezt most biztos, hogy nem fogok nektek eljátszani. Viszont egy közös éneklés lehet, egy olyan népdalt szeretnék veletek elénekelni egy végezetünk, hogy biztos vagyok benne, hogy mindenki is. Biztos vagyok benne, hogy ki is tanultátok. A tavaszi szélvizetához, mert nem adtam. Isten áldja.